Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor el is kezdeném. Hát egy kicsit kakukktojás az én előadásom, mert a Szabad Egyetemnek a ezévi tematikája az általában híres, megyékben híres és jelentős személyekkel foglalkozik. Nekik állít emléket. Én úgy döntöttem, hogy sok embernek szeretnék emléket állítani, és ezért választottam ezt a témát, hogy táplálkozás, higiénia, betegség és halálozása az Árpádok korában. Azért Árpádok korát írtam, mert a honfoglalás időszakától egészen 1301-ig vettem górcső alá az adatokat. Hát milyen forrásokból szedtem össze az előadás anyagait? Elsősorban régészet, ugye a váz vagy csontváz anyagok vizsgálata, amit a paleopatológia őskortan tudománya elemzéseiből szedtem össze, biológia tudomány, kémia tudomány, röntgenológia, írott források, képzőművészeti alkotások elemzése, ezek fontos dolgok, és a néprajz és külföldi párhuzamok. Hiszen vannak olyan adatok, ami külföldön már adatolt, van írott forrás róla az adott időszakban, nálunk meg semmi, de ezek jó párhuzamok. Hát először is ezek az emberek hogy néztek ki, hogy néztünk mi ki, mikor honfoglaltunk. Rögtön egy tévhittel kezdeném. Ugye a nyugati évkönyvekben hát sokszor dehonasztálon írtak rólunk, alacsony, zömök, görbelábú, csökött népként apostrofáltak bennünket. Persze ezt ilyen toposzként régebbi történetíróktól vették át, amit még a hunokról is leírtak, a szkítákról is leírtak. Ugye a nyugati hát, történetírók nem igazán szerették a keletről jövő embereket, világos volt egy ilyen ellenséges érzület a keleti népekkel szembe, és ezért írtak olykor hát valótlan dolgokat rólunk is. Más forrásokban, az arab forrásokban például, azért eléggé tárgyszerűen le vannak ezek írva, hiszen mi az arabokkal soha nem voltunk konfliktusban. Ugye Ibn Rusta írja, hogy a magyarok szemvalók és szép külsejű emberek, nagy testűek. Na most akkor nézzük az átlag magasság. Hát ezt elég pontosan ki tudják számolni a kiásott csontvázak alapján. A férfiak átlag magassága 165-168 centi volt. A vikingek, vagy skandinávok, akit mi olyan hatalmas termeti embereknek képzelünk, 172 volt az adott korban az átlag magasságuk. Nőknél pedig 153-155 centi az átlag magasság, és 158 centi a vikingeknél. Tehát semmivel se voltunk úgymond alacsonyabbak, csak pár centivel. Nem volt ritka a 180 fölötti férfi és a 170 fölötti nő. Azért ez elgondolkodható. Mert ez valóban ez beleült a köztudatba, hogy régi emberek kicsik voltak. Hát nem igaz. Én magam Kiskun-Dorozsmány ásatáson kiástunk egy honfoglaló harcost, és ott meg is vizsgálták a Szegedi Embertani Intézetben, és kiderült, hogy 2 méter 1 centi volt. Azon gondolkoztunk utána, hogy hogyan tudott lovagolni, hiszen az akkori lovak viszont alacsonyak voltak, ilyen 140 centi mar magassága. Majdnem leért a lába az illetőnek. Az átlag testtömeg az 62-68 kg a férfiaknál, és 53-55 kg a nőknél. Ugye ez közelít az ideálishoz, amit ma annak tekintenek a testmagasság ismeretében. És egy érdekes dolog, hogy a kor előre haladtával a testtömeg nő. Magyarán híztak az emberek. Ez mit jelent? Hogy az idős emberek épp úgy táplálkoztak, mint az aktív korú lakosság, tehát magyarán gondoskodtak az idős emberekről. Nem is akárhogy. Ők nem voltak már fizikailag annyira aktívak, épp ezért gyarapodott a testsúlyuk.
Itt a testmagasságra néhány adat, különböző lelőhelyeken feltárt csontvázakat megvizsgáltak, és ezek jöttek ki. Itt pedig a testmagasságra és a testtömegre szintén. Testalkat. Ugye van háromféle testalkat, atletikus, piknikus és aszténiás, manapság is. Hát akkor is ugyanilyen emberek voltak, mint manapság mi vagyunk. A koponya térfogat ugyanolyan volt férfiak és nők esetében, mint a mai lakosság. Tehát semmivel sem különböztek ezek az emberek tőlünk. A vércsoport. Ez egy érdekes téma egyébként. A mai magyar lakosság vércsoport szerinti megoszlása, ez itt látható, ugye az A43, B18, a 0-32. Honfoglaló őseink vércsoport szerinti megoszlása ott látható, jóval kevesebb az A-s, több a B-s, és egy érdekes megfigyelés, a keleti rasszokban a B-s, az európaiaknál az A-s a gyakoribb. A vércsoport azért is érdekes dolog, mert a mai tudásunk szerint 50 féle betegség ismert, ami a vércsoport gyakoriságához köthető. Például az A vércsoportú emberek között gyakoribb a gyomorrák, infarktus, súlyos érelmes esedés. Persze ez a mai lakosságra igaz, véletlenül igaz volt akkor is. Ugyanis azt nagyon jól tudják, hogy Dél-Amerikában például a pre-kolumbián időkben, tehát Kolumbusz előtti időkben a lakosság zömében B vércsoportú volt, megjelentek az európaiak, és behurcoltak egy csomó betegséget, és kipusztult a lakosságnak a zöme azért, mert nem voltak ellenállóak a vércsoportuk miatt az adott betegségekre. Itt megint a lelőhelyek szerinti megoszlás, hogy milyen vércsoportú egyedeket találtak az adott lelőhelyen. Rassz jelleg. Ugye hát négy fő rassz van, és alrasszok is vannak, na most mind megtalálható a honfoglaló magyar és árpádkori magyarság között. A mongolid a legkevesebb. Tehát egy újabb tévhit, hogy erősen ázsiai jellegű népség voltunk. Kevert népként érkeztünk ide, és azóta is keveredünk, úgyhogy, és ez így is fog szerintem maradni. Itt van szintén egy táblázat. 9 lelőhelyet vizsgáltak, és ilyen megoszlásban. Érdekes dolog, mert szóval van olyan lelőhely, ugye, ahol az európid jelleg dominál, de ez látszik, hogy a mongolid a legkevesebb. Jó, akkor a táplálkozásra térjünk át, az ismereteink forrása. Szintén ugye az ásatási leletek, sírmellékletek, ásatási szemetes gödrök, tárolóvermek tartalmának elemzése, írott források, képzelőművészeti ábrázolások, párhuzamosok és etimológiai elemzések. Az etimológiai elemzés azért fontos, hiszen a nyelvészek pontosan meg tudják állapítani, hogy az adott szó mikor került bele a nyelvünkbe. Hogy finnugor eredetű vagy török eredetű például. Nyilvánvaló, hogy egy adott ételre, hogyha egy török eredetű szót használunk, azt azért használjuk, hiszen azt az ételt ettük. Meg azt az adott növényt, azt termesztettük, vagy kereskedtünk vele, tehát a mindennapjaink része volt. Megint csak egy tévhit, hogy nomád népként csak hús és tejterméket ettünk, olykor nyereg alatt puhítva, félig nyersen. Hát szóval elképesztő. Nem érhettünk a földműveléshez, csak terelhető állataink voltak,
az őrölt fakérget is megettük, a jobbágyok makkon éltek, mint a disznók. Hát ugye ezt a krónikák, és megint csak nyugati krónikások jegyezték föl rólunk, de mikor? A tatár dúlás utáni, közvetlen utáni időszakban született ez az őrölt fakérget is ettünk, feljegyzés, világos, akkor egy erősen kivérzett ország, akit éppen akkor sújtott egy igencsak komoly ember, állatveszteség, hát akkor mindent megettek az emberek. Ez így volt a II. Világháború alatt is. Ugyan azt hiszem, amit nagyon jól tudom, hogy a lótól kezdve mindent megettek, élni akartak az emberek. Nomád népként csak húst és tejterméket ettünk. Hát nem voltunk tisztán nomád nép. Nem voltunk. Fél nomád, mondjuk így, nem értettünk a földműveléshez. Ez sem igaz, mert értettünk a földműveléshez, már a honfoglalás időszakában is. Csak terelhető állataink voltak. Na most ez egy érdekes kérdés, erről folyik a polémia szakmai berkeken belül, mert sokáig azt mondták, hogy sertés az nem volt, hiszen a sertést nem lehet terelni. Hát persze, a mostani 200 kilós disznókat nem lehet terelni, valóban. Mert az leül, aztán nem megy sehova se. Na de azok a disznók, amik a honfoglalás korában voltak, ilyen 70-80 kilósak voltak maximum, erősen vaddisznó jellegű állatok voltak. Most egy vaddisznó, hát mennyit gyalogol egy nap? Olykor több 10 kilométert is lehúz, úgyhogy tehát ez is megdőlni látszik, ez az állítás. A honfoglalás időszakában a fő szántóföldi növény a köles, a búza és az árpa volt. A rost és a zabot a letelelés követően kezdtük el termeszteni, és a honfoglalás utáni időszakban elkezdjük a kertművelést. Ugye ezeket a növényeket marha gyorsan elkezdjük termeszteni és fogyasztani. A vadnövények fogyasztása jelentős volt. Azért gondoljunk bele, hogy a honfoglalás időszakában a Kárpát-medence területének 70%-án több volt az erdő. Még a folyók mellett is nagy erdőségek voltak, az ártereken is, ugye nagy ártéri erdők voltak, és ugye az erdő az kiválóan el tudja látni az embert, ha értő szemmel él az erdőben, és ki tudja válogatni azokat a növényeket, ami az ő számára hasznos. Például a nyírfa megcsapolása az egy érdekes dolog, mert azt a mai napig ugye távoli rokonaink, a vagulok és osztyákok előszeretettel, tavasszal megcsapolják a nyárfát, mert édes leve van, és akkor azt használják édesítő szernek, és úgy csinálnak különböző ilyen édességeket. Fűszer növények. Honfoglalás előtt hát ezekről maradt feljegyzés. Torma, ürümfő és bors. Honfoglalás után jelent meg a kapor, csombor, kakukkfő, kálmos, turbolyafű, vasfű. Viszonylag kevés fűszert használtak. És vélhetőleg ugye a fűszerek zöme azt, amit a mezőn és az erdőn össze lehet gyűjteni. És megszállították, és akkor azt használták. Hagyma, fokhagyma, az ősi fűszernövénye az embernek. Nevezhetjük konyhai alapnak is a hagyma és a fokhagyma. A ma ismert fűszerek azok az Árpád-kor után jelennek, az Anjou-korban jelennek meg Magyarországtól, amiket most is használunk. Állati eredeti táplálékok. A sírokból 10 fajta állatcsont került elő, ott van felsorolva, szarvasfarha, ló, teve, lyuk, kecske, kutya, sertés, lúd, kacsa és tyúk. Nyilvánvaló, hogy visszatérve a sertésre, sertés az volt a honfoglalást megelőzően is. Az nem úgy volt, hogy idejöttek az őseink, bemutatkozott, hogy én vagyok Árpád, a disznó bemutatott, én vagyok a disznó. És akkor onnantól kezdve, halleluja, vágjunk disznót, együnk disznótorost.
nyilvánvaló ez nem így, nem így történhetett. A településekről ilyen szemetes gödrög még előkerül szamár, macska, bivalcsont is. Ez érdekes dolog, hogy a macska megjelenése. Az miért fontos? Később majd látni fogjuk a rágcsáló írtás miatt. Ha a macska mindennapos állat volt a lakókörnyezetben, nyilvánvaló olyan célból tartották, hogy fogja meg az egeret, meg a patkányt. Tehát ilyen közegészségügyi szerepe volt a macskáknak már akkor is. A vadállat csont persze az is volt, azt is fogyasztottak, de érdekes megfigyelés, hogy csak néhány százaléka az össz csontnak, az állatcsont, ugye ez azt jelentette, hogy zöme az élelemnek az, amit termeltek, nem pedig vadásztak. A vadászat ilyen hobbi-szerű, kikapcsolás-szerű. Persze nyilvánvaló, ha arra járt, aztán nyakon vágott egy nyulat, az hazavitte és megette, vagy ott rögtön megfőzte, de nem volt jelentős, tehát nem ezen éltek. A szarvasmarha volt a legtöbb a megtalált állatcsontok között, és ezek kistestű tehenek voltak. Tehát nem ezek a mai óriás típusú 7-800 kilós szarvasmarhákra kell gondolni. Hát pontosan azért mokány állatnak kellett lenni, hogy bírják a gyűrődést, hogy lehessen őket terelgetni. Jó kecske, ekkora súllyal, sertés, amit említettem, ilyen vaddisznószerűek voltak ezek a disznók, a lócsont és alacsony marmagasságú kislovak voltak ezek, 130-147 centi. Na most ma a póni kategória a 140 centinél kezdődik, tehát a mai besorolás szerint. Tehát elképzeljük, hogy éppen csak a póni fölött valamivel volt a, és ugye a póni az milyen kis állatnak tekintjük, ha a lovakat nézegetjük. Tyúk, kacsa, liba, tehát szárnyas jószálok is jelen vannak, és egy újabb tévhit, mert ugye azt mondták, hogy persze a tyúk, kacsa, liba az nem terelhető jószág. Hát persze nem terelhető, de el kell menni Mongóliába, a nomádok ketrezbe viszik magukkal a csirkét. Tehát, és mai napig normalizálnak. Hát indult ki egy ilyen akkori szarvasmarha, bika, ezek a lovak, ilyenek voltak körülbelül az áziállataink, tejtermékek. Nagyon fontos volt, ugye? Tej, túró, sajt, aludtej, író, tarhó, amit ma már jószerével a fiatalok nem is ismernek, nem tudják mi az, hogy író meg tarhó, mert ez teljesen kiveszett. A vaj volt a fő zsiradék. Tehát azt használták, ha valamit ugye ilyen zsiradéka kellett elkészíteni. Persze csináltak jó kecske és lótejből is ugyancsak sajtot, túrót. Hát ott érdekességgel belevettem a kumiszt, hogy tulajdonképpen az micsoda. Lótej főzés nélkül berakták tömlőbe, azt akkor velegette anyuka három óra hosszáig, homogenizálta. Aztán meg kirakták erjedni pár napra, és akkor ilyen kellemes, savanykás ízű, enyhén alkoholos ital lett belőle. Tehát ez, hogy borzalmas észegeskedést lehet csapni a kumiszból, az nem igaz. Az nem igaz, mert az túl gyenge. A halászat egy lényeges fontos dolog volt. A finnugor kor óta halászunk, és már a honfoglalás előttől fejezik rólunk, hogy telente a folyók mellé húzódunk, és halászattal foglalkozunk. Napi rendszerességgel fogyasztottak akkor halat, megint csak vissza kell térni, képzeljük el a Kárpát-medencét a folyamszolgálatos előtti időszak. Minden tele volt vízzel, minden. Hát számtalan szakma kihalt a folyamszolgálatossal együtt, ugye a rákász, pákász, ilyen szakmákra kell gondolni. Akkor aztán tényleg az volt, hogy az ember bemerítette a
a vödrét vízér a patakba, és biztos, hogy volt a hala a vödörve. Ezt Rákóczi Ferenccel kapcsolatban följegyzik, Szegeden volt 1705-ben, azt hiszem, és leküldte az apródját friss vízi a Tiszára inni, és valami ötödik merítése nem volt a vödörbe hal. Tehát annyi hal volt a vizeinkbe. És a 13. századtól már haltenyésztés, tehát ásnak halas tavakat. Komolyan foglalkoznak a hal gazdálkodással. Az ételkészítés domináns a főzés volt. Világos, hogy ez a nomádságból következő dolog, mert főzni könnyebb, mint sütni. Hiszen a bográcsot mai nap kiakassza az ember, aztán az túl sok törődés, odafigyelést nem igényel, főleg, ha ilyen levesszerű ételt készít az ember. A híg ugye a lé leves, a sűrű pedig a szak vagy kása elnevezéssel illették akkoriban. Itt van, mi a kása. Manapság már ezt sem tudjuk. A fiatalok aztán végképp nem tudják, hogy mi a kása. Ez már kiment a divatból, egészséges étel lenne. A kenyér, hát ilyen lepényszerű kenyerek voltak ezek, amit forró kövön megsütöttek. Tehát ezek a mai jellegű dagasztott, keresztett kenyerek, ezek a 15. században jelennek meg. De a Mátyás királyról feljegyzik, hogy imádta a vöröshagymát, meg ezt a modern, úgy mondom, modernnek tűnő kenyeret. A híres hamosült pogácsa, hogy mi volt az? Hát korpás liszt, teljes kiürülésű liszt, só, víz, összegyúrták, és ugye megsütötték parázson, ez a parázsban. Ez hogy történt? Kemence, benne a parázs, azt oldalra kaparták, berakták a pogácsát, és hagyták, hogy ott szépen megsüljön. Ez volt a hamosült pogácsa. Az édesítőszer az a méz volt, rengeteg helység nevünk van, amilyen méhes, fedémes, sonkolyos előutótaggal rendelkezik, tehát aktívan méhészkedett a akkori magyarság, méhsört is készítettek persze. 12. században egy aranydénárért két mázsa mézet lehetett vásárolni, Székesfehérváron egy arab kereskedő, aki itt élt vagy 10 évig, az jegyezte föl. Csináltam egy ilyen durva számítást, hogy tehát mai áron egy aranydénár az kb. 20 ezer forintot érne, ha ezt egyáltalán lehetne valami úton, módon konvertálni. Most azért 200 kiló mézet lehet kapni. Ma 1500 forint a piacon egy üveg méz, ami vagy 1 kiló, vagy 3-4 kiló, tehát 15-szörös, meg méze válogatja, így van. Szőlőtermesztés és borkészítés bizony dívott már akkor is. Hát nem voltak buták az őseink sem, ők is szerették a jó kis zsitókát. Az élelmiszer tartósítás kellett, ősi módszereket használtak, amit mai napig használunk. Szóval nincs sok új a nap alatt, főzés, szárítás, abból csinálták a húsport, ami kifejezetten nomád népélelmezési cikk. Előszeretettel vitték magukkal, még a 14. században is feljegyzik a magyar seregekről, hogy bizony előveszik a húsport a szütyőből, azt akkor berakják a vízbe, és akkor megdagad, és egy tartalmas étel lesz belőle. Aszalás, szárítás, sózás, füstölés. Érdekes dolog, hogy a sós, borsos szalonna már 14. században egy fontos kiviteli cikkünk volt, és kúrens volt. Szomszédos ország nagyon szerették. Konklúzió. Az adott korszakban a magyarság nem éhezett, jól tápláltak voltak, mennyiségi, minőségileg jó kajákat ettek, és szerintem egészségesebbet, mint manapság. Nem voltak az E1-től 1000-ig, vagy 1500-ig,
meg mindenféle ételszínezék, meg állagjavító, stb. Voltak időleges táplálkozási zavarok, vastányos vérszegénység, vitaminhiány, főleg kisgyerekeknél, de ez miért volt? Mostanában jöttünk rá, hogy tulajdonképpen a újszülötteknél 6 hónapos korig ajánlják azt, hogy csak anyatejen, így van. 6 hónapos kor után el kell kezdeni átszoktatni a vegyes táplálkozásra. Na most abban az időben 2-3 éves korig szoptak a gyerekek. Ezt tulajdonképpen a mai napig így csinálják Afrikában. Mert ugye az a legolcsóbb, az anyatej, az ugye mindig rendelkezésre áll. Hát amelyik szegény nőnek van teje, így van, meg mindig friss, nem kell hűteni, meg stb. És hát bizony voltak ilyen átmeneti táplálkozási zavarok, na de átmeneti táplálkozási zavar van egy betegség kapcsán is. Az ember elkap egy lázas betegséget, akkor nincs étvágya, ugye? Ez nagyon egyszerű, nem eszik, főleg, hogyha olyan súlyosabb a betegsége, és akkor attól kezdve ez bizony megjelenik a csontozaton is. Itt látható, hogy patológiai, ezek jól bizonyítottak a fogból és a csöves csontokon megjelenő harisvonalakon, de a mai lakosság 1-5%-a, tehát ma Magyarországon 1-5%-a szintén táplálkozási anomáliával szenved. Szóval, na így néz ki a koponyán látható táplálkozási anomália vérszegénység következtében. Hát ilyen szivacsossá válik a, itt ez a fekete folt, szivacsossá válik a csontállomány. Főleg kisgyerekeknél nagyon jól megfigyelhető az egész dolog. Itt vannak ezek a Harris vonalak, itt ezek. Mondom, egy influenza elég ahhoz, vagyis mit jelent ez? A csontállomány gyarapodása akkor megáll. És amikor helyreáll a szervezet rendje, akkor újra megindul, és ez a köztes időszakot jelöli ez a Harris vonal. Ezt nagyon jól lehet látni a hosszú, a csöves csontokon. Ez csak az kell, hogy olyan állagú csontokat találjunk, és hát megfelelő gondossággal ássuk ki ezeket a csontvázakat. A fog szintén árulkodik, az ománc hiány, vagy dentin hiány, hogy AC, D vitamin hiány, fertőző betegségek alkalmával is, ha bárányhimnő, kanyarós, karlát, diftéria, stb. Ezek a betegségek felütik a fejüket, akkor bizony az rögtön a fogzománcon megjelenik. A csont lukacsossá válik, vashiányos vérszegénység esetén, hogy mondtam, egyoldalú táplálkozás. Ez jellemző volt tényleg, mert akkor a gyerekek 2-3 éves korig nem kaptak más, csak az anyatejet, vagy tejet. D-vitamin hiány, gyerekeknél angolkor, a felnőtteknél csontlágyulást okoz, összesen 2 esetet találtak az eddig vizsgált csontvázak közül. Ez több ezer egyébként. Tehát nyilvánvaló, hogy statisztikai is elmondható, hogy ez nem volt egy népbetegség. Sőt, nem volt betegség tulajdonképpen. Csontcsorvadás, hát az időskori táplálkozási zavart jelentene, de nem jellemzően, nem sokan értek azért 60 évnél tovább, amikor ez igazán meg tud jelenni. Hát akkor egy új téma, a higiéni és viszonyok. Hát van személyi higiéni és közösségi. A mai értelemben persze nem beszéltünk higiéniáról, de azért egy valamit előre bocsájtanék, vagy megjegyeznék, hogy szóval a mai tudás szerint vélemény mondani régebbi korok embereiről, az nem vélemény nyilvántás, hanem ítélkezés. Nyilvánvaló, hát ők mit tudtak
a bakteriológiáról, a virológiáról, az élősködőkről, a tisztaság összefüggése, meg az élősködők jelenléte, semmit nem tudtak ezekről a dolgokról. Persze nem ítélhetjük meg a mai szemmel, mai fejjel őket, hogy akkor biztos, hogy koszosak voltak. Nem voltak koszosak, hát akkor ilyenek voltak a körülmények, de azért nem kell nagyon ezer évet visszamenni az időbe. Hát itt volt a sajnos a második világháború, azt azért még elég jól ismerjük ugye azokat az időket, könyvekből, filmekből, és nem csak a koncentrációs táborokra kell gondolni, hanem a frontokon is, hogy néztek azok az emberek. Ugye a nagyszülők még elmesélték, hogy bizony tetves volt mindenki. És ugye úgy vitte el őket a tifusz, hogy öröm volt nézni. Téfit, koszosak voltunk. Ez honnan jön? Hát megint nyugatról. Nem szerettek bennünket. Hát persze. Főleg azokban az időkben, amikor igencsak ott végigvertük őket jó pár alkalommal, nem voltunk népszerűek. A magyarok gyakran fürdenek folyókban, arra a feljegyzés a honfoglalás előtti időkből. Királyink megfürödnek a folyókban. Na most, hogyha ez... Tehát, ha feljegyzik a királyról, akkor nyilvánvalóan az egész nép fürdött a folyókba. Mind ahogy fürdik a mai napig, főleg nyáron, meleg van, ott a víz, mindenki megy bele. Szóval... Bíborban született Konstantin császár elrendelte, hadbaszálláskor mindig legyen türkfürdő a sátrában. A magyarokra értette a türkfürdőt. Tehát általa jól ismert volt a magyaroknak egy fürdő alkalmatossága, és praktikusnak találta, és bizony élt vele. Hamulógot, szappant használtunk, meg zsúrlófüvet. A zsúrlófű nagyon jó, lehet vele edényt tisztítani, bőrt, stb. Hogyha tényleg koszosak lettünk volna, akkor ezek nem kerülnek említésre sehol se. Tehát onnan tudjuk, hogy megjelenek a krónikákban is, meg inventáriumokban, hogy itt a 4 kiló szappan. Hát hál' Istennek a Kárpát-medencében rengeteg hőforrás, meg ásványi forrás, ásványvizes forrás található. Bizony, rögtön ki is használták ezt őseink, és előszeretettel használták ezeket a hőforrásokat fürdés, gyógyfürdés, wellness céljaira. Ez azt jelenti, hogy fürdőkultúránk bizony igen magas volt, szemben mondjuk az akkori Németország területén található ott élő